Az új tanévben a csapat vezetője és a csapat is új, hiszen Dedinszky László nyugdíjba megy. A stafétát tőle Marik Mátyás vette át, aki 2017 óta a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kovács Mihály Általános Iskolai Tagintézménye földrajz-történelem szakos tanára. 2017 óta tanítok a Karcagi Általános Iskolában, a Kovács Mihályban azon belül is, és Nyiriné Kátai Katalintól Dedinszky László örökölte meg ezt a foglalkozást, és most jó magam Dedinszky László nyugdíjba menetele miatt megöröklöm tőle ezt a foglalkozást. Az alapok nagyjából megvannak, bár most is elhangzott olyan információ, ami nekem is új volt, szoktam otthon főzni. Én leginkább a sütésben vagyok jobban otthon. Szerencsére nem kellett győzködni a gyerekeket, könnyedén ment a tagoknak az összegyűjtése. Szívesen jelentkeztek erre a szakkörre. Igaz, csak most októberbe kezdtük el, mert táppénzem voltam, és most kerültem vissza a munkába, a munkavilágába, és hát el is kezdtük a munkát a gyerekekkel. Arra kértük a tanárurat, fél óra alatt fejben dobjon össze valami vacsorára valót. Valami grillezett dolgot készítenék, a grillezett dolgok is nagyon gyorsan el tudnak készülni, úgyhogy valami húst nagyon gyorsan összedobnánk itt a gyerekekkel. Nyilván a gyerekek szemlélete formálódik egy-egy ilyen foglalkozás során. Például a sütőtökkel kapcsolatos ételek voltak tavaly olyan ételek, ami a szemléletüket tudta formálni, és nyitottabbak lettek erre a konyhai alapanyagra. Miközben beszélgettünk, a kiskukták céklát, zellert, paprikát, paradicsomot, hagymát, zöldséget szeleteltek, aprítottak Szatmári János mesterséf irányításával. Készítettem olyan receptet, ami az alapanyagokat először is megismerik. Azon kívül, hogy kell vágni, darabolni, szeletelni, pucolni, ezeket is meg kell nekik tanulni, mert legközelebb, hogyha bármilyen ételt készítünk, akkor kelljen kilódni, hogy így úgy amúgy kell készíteni, hanem már akkor most már van valamennyi alap arra, hogy tudják, hogy miről van szó. Na most a fő alapanyagok, amik általában ételekbe kell, meg fűszerek, ezekről beszéltünk. Mindegyiket bemutattam. Mindegyikről elmondtam, hogy kell hámozni, hogy kell darabolni, meg mire való. Majd utána, mostan, hogyha ez készen lesz, akkor leülünk, és akkor értékeljük, hogy melyik, mert itt három csapat van, és mindegyik csapatnak elértékeljük, főleg egymással, hogy ki milyenre vágta. Mert az a lényeg, hogy közel egyforma legyen az az alapanyag, hogy ne az, hogy az a nagyobb darab az később fő, meg is kemény, a kicsi meg már szétfő. Hogy azért gondoltam így, mert azelőtt nem készítettünk ilyet ilyen alapoktól, és az egy kicsikét sokkal fejlettebb dolog volt, de úgy láttam, hogy mivel hogy a káposztát se ismerték, hogy ezeket mindenféleképpen azt mondtam, hogy innen kezdjük. A séf úgy látta, tanulékonyak, fogékonyak a diákok, és nagyon szorgalmasak. Azt tűnt fel, hogy szorgalmasak. Szorgalmasak, kérdezik, hogy mit csináljon, hogy csináljon, és ez meg is lepett egy kicsikét. Szerintem nem kell olyan sokat várni ahhoz, hogy még itt háromfogásos ételt készítsünk. Mint amúgy a régi csapatoknál, ott már szinte az első alkalommal két-háromféle ételt készítettünk. Na most mindenféleképpen, mint az elég mondtam, hogy ezeket az alapanyagoknak a elkészítésével, ez a lényeg az egésznek. Utána majd már a palacsint, amit készítünk, gyümölcsös lesz, azon kívül, hogy bánik egy forró olajjal, meg hogy kell vele foglalkozni ezeket. Amúgy különben volt egy kis baleseti oktatás, egy kis munkavédelmi oktatás, egy kis személyhigiénia, úgyhogy lényegében ezekkel foglalkoztunk idáig.